már, mint a 60-i kórház orvosa, hogy milyennek találja eddig a világbajnokságot. Zseniális. Azt kell, hogy mondjam, hogy önmagában jön a stadion, ez lenyűgöző, és hát itt az egész rendezvény. Ugye mi, én most itt a mentőszolgálat kereteim belül vagyok bent, ugye itt vagyunk a kollégáimmal, ugye összességében azt kell, hogy mondjam, hogy ez alatt a 9 nap alatt, sőt ugye előtte is, meg utána is, több mint 1000 mentő dolgozó lesz kint, és ne felejtsük el, közben volt még egy augusztus 20-a, ahol újabb 51 néhány kocsival kellett biztosítani, itt voltak ugye a delegációk, jó pár fontos védett személy járt itt, és emellett azt kell, hogy mondjam, hogy a mentés az semmilyen csorbát nem szenvedett, úgyhogy annó, amikor még tudtuk ugye, hogy ez az egész lesz előtte Sziget Fesztivál, akkor mondták, hogy ne is álmodozzon senki, hogy augusztus szabadság, ugyan már, ez egy meddő próbálkozás volt, de azt kell, hogy mondjam, hogy zseniális. Egyelőre nem nagyon volt dolgunk. Persze, ma borzasztó meleg lesz, és ugye azért a nézők egy része ott fog ülni a napon, tehát nem győzzük először hangsúlyozni, hogy tessék inni folyadékot, folyadékot, bőven folyadékot. Hiszen ebben a nagy melegben, 36 fokban napon ugye még több van, akár valaki naponta 3-4 liter folyadékot is szó nélkül elveszíthet. Úgyhogy jó, örömmel jövünk ki. Azt gondolom, és az összes kollégám is mind örömmel jön ki. Ugye hajnalban találkozom, ma is itt vagyunk éjfélig, holnap reggel 4-kor meg már ugye ott leszünk kint a Hősök terén, ahol ugye 35 kilométeres gyaloglás indul reggel 7 órakor. De azt gondolom, hogy ezek tök jó bulik. Hát meg ma izgatottan várom Duplantis, megpróbálnám valahogy elkapni, hogy esetleg egy közös képet csinálni, vagy valami ilyesmit. Meg hát ugye 200 méteres férfi síkfutás az is lesz ma, hát ugye látva ugye a százas döntőt itt a 200 méternél is valami csodát vár az ember. Lehet, hogy világcsúcs lesz. Mennyi ideje jut egyébként közben versenyre oda pillantani? Az az igazság, hogy bevallom őszintén, hogy televízióban jobban élvezhető a történet. Szóval azért, ha itt az ember kint van, és mondjuk nincsen éppen munka, akkor mondjuk mit látok a rudugróból? Az, hogy valaki neki szaladt, fog a kezébe egy botot, aztán a nézők fölüvöltenek. Vagy azért, mert átugrotta, vagy azért, mert leverte című történet. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy azért ami olyan, azt úgyis utána megnézi az ember. Ugye egy futószámot esetenként, vagy ugye azokat az ugrásokat, dobásokat, amelyek azért fontosak voltak. Hát itt azért kevésbé, meg hát azért mi elsősorban ugye nem azért vagyunk itt, hogy nézzük, hanem azért, hogy dolgozzunk már, hogyha van munka. Mondom, szerencsére egyelőre még nem nagyon volt. Külön csapat vigyáz egyébként a sportolókra? Igen, itt nagyon-nagyon meg van osztva, ugye természetesen, ugye, hiszen nem csak itt kell, hogy jelen legyenek, hanem itt a melegítő árjától kezdve, hogy az edző részek, hiszen Budapesten még 3 helyen van ezen kívül, ugye edzőpálya, ott is folyamatosan jelen kell lenni. Aztán ott vannak ugye a szállodai autók, szóval azért mondom, hogy amit itt látunk, ez az egészségügyi biztosításnak mondjuk körülbelül az 50%-a. A maradék 50% az a városban itt ott amott szét van szórva. Úgyhogy 1000 mentő dolgozó, több mint 1000 ez alatt az idő alatt, ugye, amíg az építéstől ugye a teljes levonulásig, akik ugye részt vesznek, és az ország minden tájáról, hát itt is most éppen szigetvári kollégákkal vagyok együtt, úgyhogy ők is azért elég messziről indultak el hajnalba, hogy ide érjenek. Na szerencsére alkohol problémákkal nem kell itt találkozni. Itt ez nem arról szól, meg én azt gondolom, hogy valaki idézőben józanul belegondol, akár szó szerint is, ugye nem azért jön ki valaki egy ilyen eseményre, hogy ott most itt aztán lerészegedjen, ráadásul ugye alkoholos italt nem is lehet kapni, ugye 0%-os sör van, és aki azért kintről mondjuk itt a állapotba szeretne bejönni, azt azért a biztonsági szolgálat meg fogja szűrni. Úgyhogy itt ezzel kapcsolatban biztos, hogy nincsen gond. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.